télen és leginkább szilveszter után megtelnek az állatmenhelyek. Furcsa mód a budaörsi állatmenhelyen a korábbiakhoz képest most jóval kevesebb elkuborott kutyát kellett befogadni. Összesen 4 kutya jött be, de ezt gondolom annak tulajdonítható, hogy ez azért viszonylag egy olyan környék, ahol talán már az emberek jobban odafigyelnek az állataikra. Igen, ide bejön 400-500 kutya, és azért szerintem az öme azért örökbe lesz adva előbb-utóbb. Itt éppen a budaörsi Latinovics Színház művészeti vezetője castingol egy új produkcióhoz szereplőt. John Steinbeck Egerek és emberek című darabját rendezi Berzsenyi Bellág Ádám. Az előadáshoz egy kutyára is szükség lesz. Mi Észak-Kaliforniában vagyunk a 30-as években egy korabeli gazdaságnak a munkásszállóján, ahol a Candy nevű szereplőnknek van egy nagyon idős, nagyon öreg, nagyon beteg vak kutyája, és lecserélik egy újszülött fiatal kutyára, aki ott a gazdaságban született. Hát így, tehát ez egy az egyben így van az eredeti műben, és ehhez keresünk most itt egy szereplőt. Ő az a szőrös? Jaj, nagyon jó, tökéletes. Nagyon jó, nagyon jó. Van egy kutyánk. Ő talált kutya, és 16 hónapja van a telepen. A kora ugye nem meghatározható, de úgy tűnik, hogy középkorú. A természete nagyon jó, kiegyensúlyozott, a többi kutyával jól kijön, macskákra nem érzékeny, úgyhogy várjuk a gazdát neki. Zorba az első ebb, akit menhelyről kiszemelve szerepeltet a társulat, de nem az első, akit kipróbál. De fontos, hogy nyugodt legyen, és fontos, hogy lejöjjön a nézőnek, hogy ez valóban egy ősöreg, beteg kutya. Hiszen valahol azért a darabban ennek is van egy szimbolikus jelentősége, hogy mit csinálunk az öregeinkkel, mit csinálunk azzal, aki már nem hasznos ennek a mini társadalomnak a számára. A dráma cselekménye nyomasztó hangulatban a gazdasági világválság idején játszódik, és a szírre lépő kutya története sem happy enddel ér véget. Zorba személyes története azonban most pozitív fordulatot vehet, hiszen új idéglenes otthona a színház lesz, ahol akár új gazdára is lehet. Na, mi van? Ennyire? Hát ez hihetetlen. Az előadás során Bregyán Péter lesz, akire Zorbának a rendezőn kívül a leginkább hallgatnia kell. Első próbálkozásai a színpadon egyelőre elég magabiztosnak látszottak. Lenni, ez a kutyahoz már nem is doktor kell, hanem régész. Hát ja. Kölyökkora óta megvan. Már castingoltunk eddig 3 kutyát, úgy tűnik ez az utolsó, de ő legalább nem vitt ki a színpadról, mert az előző kollégám, akivel játszottam, menhelyi kutya, az kivitt a színpadról. Sok dolga nincsen tulajdonképpen, hiszen, mint mondtam, ez egy rendkívül öreg kutya kéne, hogy legyen, de ezek nem mindig valósulnak meg, vagy mennek a teljesedésben, mert a szagok, a fények, ezeket szoknia kell, és nincsen idomítva. Tehát nekem kell foglalkozni vele elég sokat. Az Egerek és emberek kiegészülve egy menhelyi kutyával jövő szombattól látható a budaörsi Latinovics Színházban.